A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Magyar László Szakképzési Iskola családias hangulatú, de évről évre egyre nagyobb tanuló létszámmal büszkélkedik. Olyan szakembergárdával rendelkeznek, akik a megfelelő szakmai tudással látják el a tanulókat. A duális partnerekkel jó kapcsolatot ápolnak, mondta Németné Márton Renáta, igazgató. 9. ugye ágazati alapoktatás van, mind a turizmus vendéglátás ágazaton, mind a gépészet ágazaton, és 10-től a tanulóink mindegyike duális partnernél kezdi meg a munkát, és igazából akkor ők 11-ben végeznek ki is, tehát nappalin csak ez a szakképzésiskolai képzéseket tudjuk kínálni. Jól felszerelt konyhánk lesz, most folyamatban van, tehát egy nagy felújításban vagyunk benne, azt gondolom, hogy az iskolánk tanuló létszáma ezt most már erősen indokolta, hogy 2 konyhánk lesz, most már külön válik majd a szakács és a cukrász konyha, úgyhogy nagyon várjuk ennek a felújításnak a befejezését, hogy egy igazi modern, korszerűbb gépekkel felszerelt konyhában tudjuk a tanulónk képzését folytatni, és a gépész tanműhelyünk is ugye jól felszerelt, ott is folyamatban van egy felújítás. Hamarosan annak is elindul a kivitelezése, és azt gondolom, hogy egyébként is minden olyan technológiai feltétel, aminek ma már egy iskolának kell rendelkezni, az, ami is rendelkezünk. A 10. osztálytól mennek 2 tanulók, a nappali tagozatos tanulók a duális képzőhelyre, és igazából nagyon széles, inkább azt mondanám, hogy hosszú partnerlistánk van már, ugye, akikkel évek óta tartjuk a kapcsolatot duális partnerekkel, de hogyha szükség van rá, akkor akár új duális partnereket is bevonunk. És akkor egy olyan közös képzési programot dolgozunk ki velük, amelyben megbeszéljük azt minden duális partnerrel, hogy a cél érdekében kinek mi a feladata alapvetően, és akkor egy folyamatos együttműködés jellemzi ezt a dolgot, és akkor menet közben többször vannak egyeztetések, mérések, amelyekkel a tanulók előrehaladását tudjuk nyomon követni. Az alapmunkabért minden duális képzésben résztvevő tanuló megkapja, egyes helyeknél az eredményeiktől függően emelhetnek is az összegen. A diákok pályakezdési juttatást is kaphatnak, a szakmai vizsga eredményétől függően. Az épület és szerkezetlakatosok fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzik. A hegesztők pedig különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzítenek különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. Valamennyire pontos legyen az ember, átlássa a dolgokat, és főként a probléma megoldó képessége, mert bármi közben jöhet munkatokat. Mindenképpen kell, hogy odafigyelj, mindenképpen kell, hogy mindent bele tudj adni a tanulásba, mindent bele tudj adni abba, hogy sikeresebb legyél, hogy jól meg tud csinálni azokat, amiket kell. Az intézmény várja azokat a tanulókat, akik szeretnének egy jó közösséghez tartozni, és érdekli őket a turizmus vendéglátás, illetve a gépészet területe.